Jelentős szervezeti átalakulás mehet végbe a sátoraljóújhelyi Kazinczy Ferenc általános iskolában és tagintézményeiben az oktatási intézmény vezetőinek előterjesztése alapján. Ezek alapján a Petőfi Sándor tagintézmény német nemzetiségi osztályai az anyaiskolában, azaz a Kazinczyban folytatnák tovább a tanulmányaikat. Itt pedig maradnának a magyar-angol két tanítási nyelvű osztályok, illetve a testnős tagozat, és mivel itt mind a két tagintézménynek a nyelva erősség, illetve ezt oktatja magasabb óraszámban, itt ki vannak alakítva a csoportbontáshoz, a nyelvoktatáshoz a lehető legjobb feltételek. Így olcsóbbá válna az oktatási intézmény fenntartása, tette hozzá Bardi Miklós. Egy épülettel kevesebbet kellene fönntartani, illetve működtetni. A gyerekek pedig jó körülmények közé kerülnének együtt a német nemzetiségi osztály és a német nemzetiségi osztály. Én úgy gondolom, hogy egy minőségi javulás is fog ezáltal bekövetkezni. Tehát nem úgy igaz a történet, mert szóbeszédet szeretnék pontosítani, hogy a Petőfi iskolát bezárják és megszűnik, hanem úgy igaz a történet, hogy a német nemzetiségi oktatás lekerül a Kazinczy iskola épületébe, és egy sokkal jobb körülmények között fogjuk ezt tovább folytatni, meg tovább vinni. Ezek alapján az általános iskolai oktatás nem fog folytatódni a Petőfi Sándor iskolában, amennyiben az oktatási intézmény fenntartója elfogadja az iskola vezetőinek javaslatát, és az épület további hasznosításáról is az önkormányzat mint fenntartó dönthet.